Na, szevasztok, srácok! Itt van velem Mati. Sziasztok! Itt vagyunk Szeged mellett, Szegedhez közel. Ott, hogyha látjátok, ott magaslik a kilátó. Itt ugye már jártunk egy párszor. Én most koordinátákat nem adok meg, tehát külön leskelődési lehetőségeket nem biztosítok. Szóval eljöttünk Attival ide. Sziasztok. Mert hogy készül a Scanride show-nak a 2021-es, és amúgy egyben első show-ja végül is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz, Ati is ezt gondolja, ugye? Persze, alig várom. Na, így van. Nyilván mi nem fogunk versenyezni, meg ez amúgy nem a gyorsaságról szól, de azért verseny lesz. Tehát ezt úgy érezzétek meg, meg tudjátok, hogy miről van szó. Ugye sokszor a tájékoztatóra hivatkozva, hogy nem mindent tudtok meg belőle, erre való tekintettel Sunshot Crew képviselővel, Attival ezért jöttünk el ide, hogy egy kicsit felvilágosítsunk titeket. Tehát, hogy legyen fogalmatok róla, hogy fog zajlani. Ugye a verseny az gyakorlatilag 3 éjszakából fog állni, tehát 3 rally útvonalon, vagy 3 ilyen földes utas útvonalon kell végigmenni. Ezek satsz per kb. 30 kilométeresek lesznek, nagyjából, és hát mindegyik estén lesz egy bátorságpróba. Igen, ez lesz benne az érdekes. Tehát, igen, hogy ezért Scanride Show, ezért van közel Halloweenhez, ilyesmi, mert hogy itt a félelmekkel kapcsolatban lesznek próbatételek. Félelmet kell legyőzni. Így van, a félelmet kell legyőzni. Nem motorozáshoz kötődő félelmekről van szó, tehát nem egykerekezni kell, nem stopizni kell. Nem is hard endurozni, meg nem, tehát itt nincsenek is hegyek. Attól, hogy ez egy kicsit ilyen dombos hely, higgyétek el, ennél nagyobb dombok nincsenek. Úgyhogy sima földes út, max a mély homok tud veletek egy kicsit piszkálni, ja, de mint látjátok, ezt már most kipróbáltam. Ati is jött szuper motószettel, tehát végül is terepre alkalmas motornak mondható ez is, bár amúgy utcai gumik, meg szuper motó a gép, de tehát ilyennel is jöhettek. Bárki jelentkezhet, aki úgy gondolja, hogy végig tud menni egy földes úton, jó pár kilométer nyilván. És az a lényeg, hogy gyakorlatilag, hogyha végigmentek a versenyzők egy ilyen bizonyos útszakaszt, akkor közben lesz egy plusz feladatuk, ami a lényeg. Kapni fognak egy térképet, meg lesz jelölve az útvonal, ezt nyilván tudni kell követni a térképpel, éjszaka egyedül. És itt lesz például ez. Ide el kell jönni. Yeah. Ez lesz az egyik bátorságpróba helyszíne. Ide el kell jönni gyakorlatilag, és fel kell menni éjszaka egyedül. Több részletet azt meg nem mondunk. Na de meg is mutatjuk a helyet. Meg is mutatjuk a helyet. Attival azért jöttünk el, hogy lássátok, hogy hova kell jönni. Hát ez az erdős környezet, azért napközben nem biztos, hogy olyan bíztató. Vagy éjszaka. Inkább éjszaka, igen. Éjszaka. Így napközben jó. Még egyedül is el vagy. Így még romantikus is. Ja, még romantikus is, így van. Tényleg 30 kilométert fognak menni? Hát kb. De jó Isten. Akkor valahogy be kell őket öltöztetnünk majd, mert elég hideg lesz. Hát öltözzenek be maguk. Hát kérem szépen, 1 millió forint a főnyeremény, úgyhogy... Úgyhogy hozzatok ruhát, skacok, mert itt megéri. Hát itt meg. Már még, hogyha éjszaka is lesz. Mondjuk annyi, hogy a félelem miatt nem fognak annyira fázni. Hát, de... talán lesz bennük egy kis izgalom. Jó szemetes. Ja. Tehát, hogy így ide éjszaka lesz egy zseblámpátok, telefon nem lesz nálatok. Már a versenyzőkön. És ide kell bejönni. És fölmenni full egyedül a legtetejére. Megmutatjuk, hogy milyen fölmenni. Atikám? Bukóban? Bukóban. Jó. Lihegős lesz egy kicsit a menet, de... Akkor majd a lihegőt is kell. Abszolút. Igaz, hogy az van kiírva, hogy tilos, de... mindenki föl szokott jönni, úgyhogy... nincs baj. Hogy? Hát, hogy feljöhetnek, amúgy ide legalábbis meg kell. Feljöhetnek. Itt már van a fény. Itt vagyunk. Ha,
matematikán neked mennyivel több energiád van. És ide full éjszaka. Ez a mit időnek ez így sok? Fel kell jönni. Nem kell ennyire sietni, mint mi. De fel kell jönni. Gyakorlatilag. Húha! Hát fiúk, lányok, mindenki. Önmagában ez a magasság is egy kicsit félelem megtestesítő. Nem véletlen van kiválasztva ez a hely is. Tehát ez a hely is egy olyan hely, hogy értsétek, ami már önmagában félmetes, főleg éjszaka. De nyilván ezek a dolgok egy kicsit még meg lesznek spékelve. És az lesz a feladat, egész pontosan meg is mutatom, hogy itt van letűzve 4 darab zászló. Mindegyik versenyzőnek. Rá lesz írva a nevük. És ide be van tűzve 4 zászló. Az a versenyző, aki képes ide följutni. Nem a létrázás miatt, hanem a dolgok miatt, amik majd közben egy kicsit érik, ugye? Ha képes ide feljönni, megfogja a zászlóját, elveszi, többiekét nem, elveszi az a sajátját, és szépen ott lefele végig lemegy egyedül, az se lesz egy túl megnyugtató dolog. Hozzáteszem, nem kell nagyon megijedni, aki úgy érzi, hogy fontosabb az, hogy biztonságban érezze magát, mint az, hogy nyerjen, bármikor fel tudja adni. Így van. Bármikor fel tudja adni. De amúgy meg jelentkezzetek minél hamarabb, mert hamarosan le fog járni ugye a megy az idő. Jelentkezési határidő, és ez nagyon fontos, hogy még előtte jelentkezzetek, ugyanis aki utána jelentkezik, azt nem tudjuk sajnos beválogatni a showba. Úgyhogy igazából, ja. Elmondtál mindent, de igazából az nagyon fontos, hogy amit elmondtál, hogy a feladásról. Igazából nem csak az, hogy feladni fel lehet, de amikor már valaki nagyon fél, és mondjuk ezen a lépcsőn le akar majd menni, gondolja át, és nagyon lassan tegye meg. Ha fél tőle, de meg tudja tenni, de sietne, mert nyerni akar, akkor se siessen. Mert ha leesik, akkor vége a dalnak. Tehát tényleg szépen lassan átgondolva csinálják a srácok, amit kell. Van. Meg nyilván azt hozzá kell tenni, tehát ez a dolog úgy lesz megrendezve, hogy a lehető legkisebb esély legyen rá, hogy valakinek bármilyen baja essen. Így van. Tehát nyilván itt azért nem csak így szólóban az lesz, hogy itt följön valaki éjszaka lámpa nélkül, nyilván lesz lámpája, de ide kell önuralom. Igen. Kell higgadság, kell fegyelem. Ez nagyon fontos. Tehát ezért mondom, hogy bátorságpróba, és ezért van itt arról szó, hogy bátorság. Ezért van ez ennyire pedzegetve, mert ide bátornak kell lenni. Nem az, hogy nem kell félned, félni, úgy is fog itt mindenki. Én is félnék. Most is félelmetes. Ja, te is félnél, nem? Te is félnél. Na, ennyi. Persze. Én is félnék. Nem, itt arról van szó, hogy van félelem, mert nem az a bátor, aki nem fél semmitől. Hát igen. Az a bátor, aki a félelem ellenére is meg tudja csinálni azt, ami ki van tűzve célnak. Ennyire egyszerű. Így van. Na, másszunk szerintem le. Jó. A létre az jól meg van heggesztve, nem kókány munka. Ja, igen, igen. Jó, megcsinálták őket. Amelyikőtök most itt a videó nézői közül úgy érzi, hogy ő bátor, és meg tudja csinálni ezeket a feladatokat, akkor csináljatok egy bemutatkozó videót, és jelentkezzetek, küldjétek el nekünk. Pár perces bemutatkozásról van szó, nem kell túragozni. Nagyjából lássuk, hogy ti kik vagytok, miért szeretnétek jönni. És hát ennyi. Azt a rohadt. Hát ez magas. Na, meg megyünk a kövi helyre, úgyhogy srácok, mindjárt ott is termünk. Itt vagyunk a második helyszínnél, Attival. Halló. Szintén az erdőbe, a semmi közepén. Egy másik estének az útvonalán ez a helyszín lesz az otthonadója a bátorságpróbák. Menjünk is oda szerintem. Itt be kell sétálni egy picit, egy csöppet. Le kell majd rakniuk a motort itt kint? Vagy bejöhetnek? Aha, nem, hát igazából le is rakhatják, de szerintem talán jó irányt ad majd ez a videó.
lássátok, hogy le is rakhatjátok, meg hogy ez nagyjából hogy néz ki. A harmadikat azt már nem mutathatjuk meg, mert az már szuper titkos. Arról nem beszélhetünk semmit. Az lesz a döntő? Az lesz a döntő, így van. Viszont ezekhez úgymond így egy kis könnyítés van, hogy videóról legalább látjátok magát a környezetet. De ez még így nappal is ijesztő már megint. Hát egyedül furcsa volna kijönni, ugye? Ja, tehát így nappal is még így egyedül, hát kalandos. Kalandos. Tökösnek kellene lennie mindenkinek, még a csajoknak is. Hát itt biztos. Hozzáteszem tényleg, tehát azért éjszaka ez maga, hogyha még nem is értiteket semmilyen inger, még akkor is nagyon be lesztek porázva, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan versenyző, aki még idáig se fog elsétálni egyedül éjszaka, és már azt mondja, hogy inkább hagyjuk. Inkább kihagyja a bátorságpróbát, megkapja az útvonalért az alappontszámot, hogy ezt megcsinálta, de a bátorságpróba ki fog maradni aztán. Hát ha többieknek is kimarad, akkor jó járt. De ez ennyi. Akkor elúsztak a pontjai az ászlóval kapcsolatban. Sőt, ha bele se kezd a bátorságpróbába, és úgy fordul vissza, akkor teljesen elúsztak, de hogyha egy kicsit belekezd, akkor még tud pontokat gyűjtögetni. Én nem gondoltam, hogy ennyit kell sétálni, közelebbnek gondoltam. Nem. Onnan legalábbis úgy tűnt. És akkor így full éjszaka, szerintem ez már eléggé szépen az erdő közepe. Ezt én nem csinálnám és meg. Oda ehhez a kis biztató. Nagyon jó. Ugye, fantasztikus, ugye? Istenem. Ide nagyon kell a lámpa, elteszem. Itt hagyom a kesztyümet. Hagyd nyugodtan. Nem hiszem, hogy lesz, aki elvigye. Le kell hajolnod nagyon, Attila, képviselőt, tehát rendesen googolva kell menned. Keresztnevedet tudhatják teljesen, ugye? Persze, Attila. Azt már sokszor előtted. Jó. Hát nem tudom, hogy mi látszik belőlünk. Hát, belőlem max te a seggem látom. Úgyhogy itt van a bunkerka. Én már jöttem ide le amúgy másik videóba szintén. Hát itt nagyjából fel lehet enyensedni. Igen, most már igen. Ja, úgyhogy itt van ez a... Remélem, hogy sok minden látszik azért. Hát valamennyi remélhetőleg és látszik. És akkor oda be, hát ott már be van omolva, és ott lesz a végén az ászló. Jövök ide, de azt a... Még jó, hogy bukóba vagy, mert ez fájt volna. Ja, hát tovább annyira ott már nem tudsz menni. Hát eddig eljövök. Az a lényeg, hogy ott van az a kis izé, és oda a legvégére lesznek betűzve a zászlók. Oda kell mennetek, srácok. De biztonságosnak tűnik azon kívül? Amúgy biztonságos, abszolút. Tehát beomlani nem fog semmi ilyesmi. Nyilván majd még kicsit változni fog a hely, hogy jó legyen minden, aztán ennyi. Szerintem menjünk is, majd szemeteket nyilván addigra kipakoljuk. Innen felkészítjük a helyet a fogadásotokra, illetve hát a versenyzők fogadására. Ide még az előző hely, az a alapfélelem, ugye a kik félnek a magasságtól? Na hát ez jó. Tériszonyosok. Tériszonyosok, igen. Így van. Itt pedig a klausztrofóbiásoknak lesz egy kis alapszintadó. Igen. Ezeken az ajtókon átjönni. Hát ez... Itt azért lesz fos, és itt teljesen éjszaka lesz, tehát... Hozzáteszem, hogy itt semmi nem fogja segíteni a dolgotokat. Ja. Óvatosan. Ha, jó, alacsony. Na, hát ide kell bejönni, ez az a második helyszín. Úgyhogy nagyjából már van róla fogalmatok, hogy mi várja a versenyzőket, és hogy nem olyan fajta félelemmel kell szembenézni, hogy merek-e egykerekezni, vagy tudok-e. Vagy felmenni egy nagyon magas homokfalba. Itt minden ember, aki tud sétálni. Ezt meg lehet csinálni bukóba is. Én hát nem tudom. Majd ezt majd megbeszéljük, hogy pontosan hogy fog zajlani a bátorságpróbáknak a menetele. Ja. Így van, hogy milyen cuccokat kell hozzatok, de ezt a versenyzőkkel ismertetni fogjuk. Úgyhogy garantálom, hogy aki benevez erre a versenyre, nem tudom, hogy milyen dolgoktól fél, vagy milyen dolgoktól nem,
a leendő 4 versenyző pontosan, mert még nincsen kiválasztva, de azt garantálom, hogy itt kapni fogjátok az évet rendesen. Tehát aki ezt meg tudja csinálni, és nyer, higgyétek el, nem lesz olyan nagyon elképesztő nyeremény az 1 millió, mert sok minden dolgon át kell esni, mire oda eljut valaki. Igen. És ez a 3 helyszínből 2 volt, a harmadikat nem mutatjuk meg, az még jobb lesz, higgyétek el, mint a 2 együttvéve. Most nem a motorozás volt a fő szempont, hanem most ez a Skyride Show 2021 bizonyos ismertető videója. Hogy tudjátok, hogy miről van szó, link a leírásban, tudtok jelentkezni a műsorba. Videót felveszitek magatokról, egy egyszerű bemutatkozó videó, motorotok is benne lehet, az se baja nincs, csak mondjátok egy milyen. Jogsi kell, rendszám kell, minden kell, meg 18 elmúltál, ennyire egyszerű. Na srácok, jók legyetek! Sziasztok! Várunk titeket! Hello, hello!